Hellóztok, sziasztok, szevasztok, én Laki Mester vagyok. És ebben a videóban egy kérést akarok teljesíteni ebben a videóban. Megkértek engem, ö, nem is egy ember, hogy... Ö, Mutassak be vírusírtókat, ingyenes vírusírtókat, ez fontos, ingyenes vírusírtókat, mert ö, most, hogy ö, itt van ez a karantén, sokan használják a gépüket, és ö, nem egy ismerősem olyan ö, csapdába esett, hogy ö, olyan vírusírtót ö, töltött le, ami hát tönkretett a gépét, újra kellett telepítenem. Úgyhogy ezért, ö, ezért csinálom ezt a videót, tartsatok velem! Azt le kell szögeznem, hogy kiválasztottam 5 vírusírtót, és minden vírusírtó három napig volt a gépemen, tesztelés gyanánt, és úgy állítottam fel ennek az 5 vírusírtónak úgymond egy listát, hogy ugye 1, 2, 3, 4, 5. Linkeket majd a leírásba fogok tenni, hogy honnan lehet letölteni. A telepítés szerintem a legtöbbjénél nem, nem nehéz, tehát hogy azt szerintem egy átlag felhasználó is meg tudja csinálni, de ha esetleg ö, nem sikerülne valakinek, akkor akkor felveszi velem a kapcsolatot, és én szívesen fogok segíteni benne. Az én listámban az első vírusírtó, amit én tudok ajánlani, és nálam az első helyen végzett, azt mutatom is, ez az Avira. Én nálam ez végzett az első helyen, pedig Szerintem ö, az öt a tesztelt ingyenes vírusírtó közül. Szerintem ez lassította legkevesebbet a gépet. Ez egy egyszerű otthoni átlagfelhasználó gépére is szerintem teljesen tökéletes lesz. Ami nagyon tetszett, hogy egyszerű volt feltelepíteni, szerintem legalábbis. Szerintem a kezelőfelülete is teljesen e, egyszerű. Ami tetszett nagyon, hogy kínál egy e, bővítményt, amit e, akármilyen böngészőbe bele lehet építetni. E, ez a bővítmény az adathalászok ellen véd. E, nem tudom, e, tehát erre nem tudok pontos adatot mondani, hogy milyen százaléka, vagy milyen hatékonysággal, de, de hál' Istennek van ilyen. Ö, és szerintem ö, az öt közül ez a vírusírtó az, ö, ami szerintem teljes körülön levédi a számítógépet minden vírus ellen. Ami nem tetszett, az az, hogy ö, hát elég sokat használom nap, tehát ö, órában mérve a, a gépemet, és Szerintem a használati idő alatt ö, Szerintem 7 8 szor biztos reklámozta Ugye a fizetős termékeit a, Ugye a gyártó ö, ez, 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 ez ami szerintem hátrány Tehát hogy ezt mondjuk el kell viselni Ugye mert ingyenes ö, programról beszélünk Szerintem ami még ö, nekem legalábbis nem tetszett Hogy ö, ugye nem sok extra funkció van benne Jó mondjuk az igaz hogy Mit, tehát, hogy egy ingyenes programtól nem is várom el, de valahogy mégis ez, ez engem szerintem, legalábbis engem ez, 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 ez nekem furcsa, hogy tehát olyan egyszerű, mint egy faék, mondhatnám azt. Le fogom tenni a leírásba, itt van a látható link, de ezt leteszem majd, innen innen lehet lesz majd letölteni. Ezt mindenkinek elmondtam, aki, aki kérdezte tőlem, vagy, hogy honnan töltsenek le programokat. És erre mindenkinek azt tanácsolom, hogy ha csak lehet, akkor a gyártónak a hivatalos honlapjáról kell letölteni. Ezt én majd le fogom tenni a leírásba. Tehát az Avira volt nálam az első. A másik, a, tehát a második, az nálam a Panda volt. A... Ebben, ami nekem ö, nem igazán tetszett, hogy a VPN ö, van benne ingyenes VPN, viszont csak ugye 150 megabájtos adatforgalmat enged, ami nagyon kevés minden esetre. Ö, én lefuttattam a három nap alatt, mind a három nap alatt egyszerre a vírusírtó. Próbáltam letölteni olyan. Ö, Dolgokat, ami amit tudtam, hogy van benne vírus, és itt is, itt is a legtöbbjénél ö, megállította őket. Ami nekem még ö, nagy piros pont a pandánál. Ugye a pandának van egy ilyen ö, rescue kitje, amivel hogyha nem indulna el a számítógép, akkor az a helyre lehet állítani. Könnyen helyre lehet állítani a gépet. Ma, maradjunk ennyiben. Szerintem a kezelő felülete szerintem ö, mondjuk ennek, ennek ö, jobb kezelő felülete van már, mint úgy, hogy ö, grafikusság szempontjából. A két ö, úgymond ö, hátrányt, vagy ami nem tetszett nekem, valós idejű védelem, az, az szerintem néha én azt vettem észre, mintha hogyha ö, lassítaná a gépet. A másik pedig, amit már elmondtam, ugye, hogy az ingyenes VPN ugye csak 150 megabajtig lehet használni. Ö, én ezeket, ezeket mondanám el, erről a, a vírusító itt a www.pandasecurity.com-on lehet letölteni, de ennek is belakom majd ugye majd a, a, leírását. Itt láthatjátok, hogy hogy néz ki a kezelőfelület. Sajnos a legtöbb ilyen vírusítóban angol nyelv van, úgyhogy ez, ez, sajnos ezzel nem tudok mit tenni. A harmadik Vírusírtó, az a Sophos Home. Nem, ö, megmondom őszintén, mikor ö, utána keresgettem a vírusírtóknak, hogy ö, mik vannak most piacon, megláttam ezt a Sophos Home nevezetű programot, ami ö, nem is hallottam még eddig róla. Az lehet, hogy csak az én, én ö, tudatlanságom, de én nem hallottam még eddig erről a vírusírtóról. Ami nekem legalábbis tetszik, és gyere kisgyerekes családoknak is tudom ajánlani, hogy nagyon jó szülői felügyelet program része van a vírusírtónak. Tehát egyszerűen lehet vele szűrni ugye az olyan oldalakat, amit nem szeretnének a szülők, hogy látja, lássanak a gyerekek. Ami tetszett ennél a, a vírusírtónál, az az, hogy ugye a böngészőbe itt is van egy olyan beépülő bővítmény, ami az általános weboldalakat nem engedi megnyitni. Tehát, hogy azt nem fogja megnyitni egyáltalán, hogyha ez be van kapcsolva és be van állítva. Úgy gondolom, egyszerűen használható volt a felülete, ami még nagyon jó, hogy ö, három eszközre lehet telepíteni. Tehát, hogy a családban van három, három darab eszköz, ez jó választás lehet, tehát, hogy egyszerre három eszközre lehet telepíteni. Ami nem tetszett, hogy ugye ez teljesen szinte csak egy alapvető vírusvédelem, de aki ugye komolyabban szeretné védeni a ugye a kártevők ellen magát, ugye az a az, az sajnos az elő kell fizetni rá. Ö, ami szerintem még hátrány, hogy ez a vírusírtót legfőképpen csak azoknak tudnám ajánlani, akik akiknek például a, a, az otthonában otthonában legalább három számítógép van tehát azoknak jó választás ez inkább. És szerintem a védelme a többi, tehát az első kettőhöz viszonyítva jó vagy gyengébb, szerintem legalábbis. A negyedik a listámon, az az AVG Security, ezt is innen az avg.com-ról kell letölteni, de ugyanúgy majd lerakom a linket. Ö, szerintem az öt közül ez volt az a vírusírtó, ami ami szerintem legalábbis, aki nem ért a, 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 a telepítéséhez, a vírusítóknak, mert ugye automatikusan ö, feltelepít egy olyan kéretlen ö, AVG Safe Price, azt hiszem az a neve a programnak, vagy bővítménynek, mert ez bővítmény tulajdonképpen, amire szerintem egyáltalán nincs szüksége egy átlag otthoni felhasználónak. Nagyon lassítja ez a bővítmény része a gépet, és ugye aki nincs a uh, telepítésben otthon, az, az ha csak a, a tovább, 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 tovább és finishre fog menni, porú fog járni, mert uh, eléggé lelassítja a gépet minden esetre. De hogy ami, ami tetszett, amit mondjak olyat is, amit tetszett, hogy uh, a, ugye a kártevő elleni vírusvédelme, az szerintem a, a, az, S, tehát az előzőkhez képest szerintem ennél a legjobb, ennél az AVG-nél, vagyis a, tehát igen, az AVG-nél. E, ami szerintem nem, nekem legalábbis még nem tetszett, az ugye, hogy itt, itt sincs túlcsicsázva, ugye az ingyenes verzióba, ugye nincsenek extra funkciók, Alapvető, ö, ugye, felhővédelem. Hát, a, a, egyszerű kereső, meg ugye, valós idejű védelmet tartalmaz. Ö, viszont, ami tetszett, hogy a hirdetéseket is szűri, tehát, hogy a tolakodó hirdetéseket is szűri ez a program. Ez, ez tetszett még nagyon. És a listámon... Az utolsó, amit én az ötös listámra feltettem, az nálam legalábbis az a legtö Szerintem a nézők közül a legtöbben ezt a programot ismerik. Ö, ugye itt legalábbis a, a nézőknek a, leg, a legjobb az az, hogy magyar nyelvű. Ö, itt is ki tudnék emelni pár dolgot. Mm, ami tetszett nagyon, hogy ö, van rajta egy olyan ö, funkció, hogy van rajta egy ne gomb. És hogyha, ugye mert én elég sokat szoktam játszani a, a számítógépen, vagy filmet nézni, vagy bármit, ha benyomod ezt a ne zavaj módot, ö, akkor akkor nyugodtan nem fog sipákolni, nem fog csilingelni, fel, felugró hozni, addig még játszol, és addig úgymondván ö, teret ad a játéknak, illetve a filmeknek, hogy normálisan tudjanak, futni a számítógépen. Van rajta, tehát ami még nagyon tetszett, hogy van rajta egy Smart Can Scan funkció, ami napra készen tartja az illesztőprogramokat, és szerintem ez ott, hogyha be van állítva, automatikusan keresi az illesztőprogramokat. Nem vettem volna észre, hogy nagyon lassítaná a gépet. Ami volt még, ami tetszett benne, ugye az a hálózat ellenőrző. Az elején mértem vele egy tesztet, hogy milyen a hálózat, és akkor ö, jelzett nekem, ugye este mifelénk ö, elég sokan szoktak lenni a, az interneten, és akkor olyankor lassabb szokott ö, lenni, és jelzett az avaszt, hogy a hálózatom gyengébb, ö, mint ö, délelőtt folyamán, vagy amikor bekapcsoltam a gépet. Ez, ez ez mondjuk nekem nagyon szimpatikus volt, és akkor akkor én ugye újraindítottam az internetemet, mikor ezt kiírta, és ö, utána visszaugrott az újraindítás, mert általában Nálunk egy adapter újraindítás szokott segíteni. Ez tetszett nagyon. Ami nem tetszett, hogy nagyon sok felugró reklám, meg felugró ablak van. Ami nem tetszett még, nagyon meg van különböztetve az a, tehát ugye az ingyenes felhasználó és a, ugye a prémium felhasználó, és ugye az átlag felhasználónak, ha ugye a nagyon nyomja a reklámokat, hogy fizessenek elő, úgymondván a prémium verzióra. Ami még nem tetszett, legalábbis nekem, azt vettem észre, mintha a zsaroló vírusok ellen ö, nem ö, nem védené annyira a számítógépet. Bár ö, nem találkoztam tesz során ilyesmivel, hál' Istennek. Ugye 15 napig teszteltem, mert ugye 5 3 napot teszteltem. Tehát ugye az elmúlt bő két hét folyamán teszteltem ezeket a... Programokat. Legalábbis ezt az öt vírusírtót én tudom ajánlani mindenki számára. Most mindenki eldönti saját számára, melyik a szimpatikus az öt közül, vagy, vagy, vagy csinálhatja azt is, mint én, hogy kipróbálom ezt is, a következőt is, a harmadikat, negyediket, és akkor amelyik megtetszik, annál fog maradni. Én ezt tudom legalábbis ajánlani. Van még egy plusz ráadás amit el akartam mondani. A Windows 10, hát á, szerintem már elég sok helyen Windows 10-et használnak a, a, ugye a gépeken. Ugye a Windows 10 ő, ugye tartalmaz ugye alapvetően ugye egy vírusírtót, ugye ez a Windows Defender nevű program. Ez is jó megoldás lehet, viszont nem tud annyit, mint a, tehát az itt felsorolt 5 vírusírtó. Tehát ugye a kiberbiztonság ellen se nyújt védelmet. Az adathalászok ellen se ö, nyújt védelmet. A zsaroló támadóvírus ellen sem véd. Ö, tehát emelé ajánlatos, aki nem tud vigyázni ugye az ilyenekre, ajánlatos a felsorolt öt közül egyet letölteni. Ez a videó Ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam felhasználóknak segíteni ezzel, ha tetszik ez a videó, nyomjatok rá lájkot, like ha szeretnétek még hasonló témájú videót, akkor írjátok meg kommentben, és igyekszem tesztelni, mint most is, hogy két hétig, több mint két héten keresztül teszteltem ugye a programokat, úgyhogy a következő videóig, ami még nem tudom mi lesz, sziasztok!